A látogatók is örülnek az új kisállatnak a nyíregyházi állatparkban. Ritka szerecsen, aki született pár hete, a kölyök egy nemzetközi szerelem gyümölcse. A szülők 2014 óta alkotnak egy párt. A hím lengyel származású, amíg a nőstény luxemburgi. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek 2 éve Nyíregyházára. A kis szerecsemme, aki bébi mostantól látható, hiszen ez idáig anya hasán tartózkodott. Ő egyébként sötét bundával látta meg a napvilágot, de különlegessége ennek a fajnak, hogy teljesen máshogy néz ki a hím, mint a nőstény. A fekete színű a hím, míg a nőstény barna bundát viselt, és most jön az apróság 7 hetes és barna színű fehér szörmegallérral a nyakán, így most már láthatjuk, hogy kis hölgyről van szó. A kismaki egyre kíváncsibb a külvilágra, és előszeretettel lovagol anya hátán. Anyja 120 napnyi vemhessége után jött világra. A kisállat jelenleg még anyatejen él, de fokozatosan hozzászokik majd a jó részt levelekből és gyümölcsökből álló táplálékra. Nagyon érdekes röfögő hangot hallatnak olykor, hiszen amellett, hogy különféle illatjelekkel kommunikálnak egymással, ez a röfögés vagy olykor sikítozás is jellemző rájuk, ez a kommunikációjuk nagyon fontos jelképe. Emellett egymást is kurkásszák, ami tökéletessé teszi a bundájukat, illetve szociális viselkedésükben is nagyon nagyban segíti. Őt annyira különböző színezetű a hím és a nőstény, hiszen míg a hím fekete szőrzetű, a nőstény barna bundájú, hogy nagyon sokáig külön fajnak tekintették őket, aztán később derült ki, hogy egy hím és egy nőstény állatról van szó, azóta most már mindenhol, minden fogságban lévő helyen általában sikeres szokott lenni a szaporulat. Az idén 20 éves nyíregyházi állatparkban bárki meglátogathatja a 3 tagú szerecsenmaki családot.